Nem a legjobb szezonja volt a 2019-es Bakosi Péternek. A nyíregyházi magasugrót sérülések hátráltatták, kevés versenyen állt rajthoz, igaz, a Minszki Európa játékokon és a norvégiai csapat Európa bajnokságon is képviselte a magyar színeket. Ettől függetlenül nem volt elégedett a teljesítményével, de most már 100%-os állapotban kezdte el a felkészülést, egyelőre idehaza Bakosi Béla irányításával. Egy aláírásérésnek köszönhetően hamarabb be kellett fejeznem a szezont. Ez egy másfél hónapos pihenő volt, de szerencsére sikerült rendbe hozni a lábamat, és most már elkezdtem az alapozást a jövő évre. Elkezdem itthon az alapozást, majd november vége fele folytatom tovább Németországba, és januárban még nem tudjuk, hogy merre fogok edzeni. Mint Péter elmondta, a kevésbé sikeres szezon sem törte meg, továbbra is az a célja, hogy ott legyen a tokiói ötkarikás játékokon. Most fizikálisan, mentálisan teljesen rendben vagyok, én motivált vagyok még mindig, és szeretnék ott lenni jövő évben az olimpián. Az olimpiai szint 233 cm, de a magasugrók 32-es mezőnyébe ranglista pontok alapján is bekerülhetnek azok, akik nem teljesítik a szintet. 2020-ban a kínai Nankingban fedett pályás világbajnokságot rendeznek, Párizs pedig szabadtéri Európa-bajnokságnak ad otthont. Az olimpia mellett ezeket is megcélozza Bakosi Péter, aki emellett hazai és külföldi versenyeken gyűjtheti majd az értékes ranglista pontokat.